azért annak örülök, hogy már a kollégáid nem akarnak minket szétválasztani. Megértették végre, hogy úgysem tudnak lebeszélni rólad. Megmondom őszintén, hogy az elején egy kicsit paráztam attól, hogy nehogy beakadjon neked, hogy nem vagyunk egymáshoz valók. Jaj, ne butáskodj. Lehet, hogy mások nem értik, hogy miért egy rangon aluli társat választottam, de ez engem sohasem zavart egy percig se. Már hogy érted, hogy rangon aluli? Hát úgy értem, hogy nem valami komoly szakmát választottál. Miért? Szerinted az én szakmám komolytalan? Vagy engem nem lehet komolyan venni, mert rangon aluli vagyok? Ja, nem, én nem erre gondoltam, csak rosszul fogalmaztam. Azt mondtad, amit gondolsz. Nem tartasz egyenrangúnak. Vagyis lenézel a munkám miatt. Jó, igen, így is lehetett érteni, elismerem, de... És te még büszke vagy arra, hogy ez téged nem zavar. Miközben pont te gondolod azt, hogy nem vagyunk egy szinten. Nem, ez nem igaz. Figyelj csak, Vera! Már rég nem a barátaidnak van velem baja, hanem neked. Te gondolod azt, hogy kevés vagyok. Laci... Figyelj, hagyj engem béké, légy szíves, és menj el. És ne is keresd többet, ennek így semmi értelme. Kérlek, ne kezdjük ezt újra. Szerintem se. És kérlek szépen, tisztelj meg azzal, hogy most az egyszer komolyan veszel. Köszönöm.